A szolnoki rendőrök a Tisza Megtó és a Fehér MRFK Megta közreműködésével Sárkeresztúri otthonában fogták el a csalás feltételezett elkövetőjét. A megalapozott gyanú szerint silány minőségű paplanokat, párnákat adott el több százezer forintért időskorú sértetteknek. A rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a nőt, akinek őrizetbe vételéről határozott a nyomozóhatóság. A szolnoki rendőrkapitányság nyomozást folytat öt rendbeli csalásbüntet és egy rendbeli csalásbüntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy sárkeresztúri lakos ellen. A megalapozott gyanú szerint a feltételezett elkövető 2021. január január 15-én megjelent egy szolnoki szép korúnál. A nő magát egészségügyi alkalmazottnak adta ki és számára ágynemű garnitúrát, mely háromtagos paplamból, kis és nagy párnából állt kínált azzal, hogy a termékek igen kedvező áruak. A sértett 150 ezer forint készpénzt adott át a jogsértőnek a rossz minőségű termékekért cserébe. A család szándékú nő még ezen a napon újabb időskorú szemét keresett fel, és ismét egészségügyi dolgozónak adta ki magát. Most azzal az indokkal kért bebocsájtást egy szólnak is otthonába, hogy kardiológiai osztályon őt sorsolták ki, és 100 ezer forintos kedvező áron megvásárolhat egy paplant, egy párnát és egy derékkötőt. A jó hírt meghalva a sértett szerencsére elállt a kedvezővételtől. A feltételezett elkövető néhány hét elteltével 2021. március 23-án egy pápai nyugdíjast keresett fellakásán, ekkor a nyugdíj folyósító intézet alkalmazottjának mondta magát, és 120 ezer forintos alkalmiáron kínált egy paplan szettet a szépkorúnak, aki rából a vételre. Az asszony 2021. március 25-én a délelőtti órákban a Békés Csabai otthonában tévesztett meg egy idős embert, akinek azt mondta, a nyugdíjas találkozó nyert két gyapjú ágynemű készletet, amiért cserébe 300 ezer forintot kért. A sértett kifizette az összeget, amiért sirányterméket kapott csupán. A gátlástalan elkövetési módszerével házaló nő 2021. május 6-án egy újabb Békés Csabai otthonba látogatott el, és azzal a történettel fér között a sértet bizalmába, hogy kórházi ajándékoztást követően most 87 ezer forintért vásárolhat meg egy ágynemű garnitúrát. A gyenge minőségű termékért cserébe a jogsértő megkapta a kért összeget. A megalapozott szerint 2021. május 11-én a délelőtti órákban egy nyíregyházi lakásban azzal tévesztette meg a sértettet a feltételezett bűnelkövető, hogy ő önkormányzati dolgozó és 240 ezer forintért vehet meg tőle egy masszázmat. Az időskorú kifizette az összeget. A szolnoki rendőrkapitányság, a Jászlókun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság elemző értékelő osztályának segítségével széleskörű adatelemzést végzett, ami során megállapították, hogy az elkövetési módszer sorozatbűncselekménybe bűncselekménybe illeszhető. Továbbá nem kizárólag Szolnokon folytatta bűnös tevékenységét a feltételezett elkövető. A szolnoki rendőrkapitányság az ország különböző rendőrkapitányságain elrendelt nyomozások egy egyesítéséről határozott. A Jászany szólnak megyei rendőrfőkapitányság a Tisza ellenőrzési és közterületi támogató alosztály és a Fejér MRFK Megta munkatársai Sárkeresztúri lakcímén elfogták és előállították a bűncselekmény követésével megalapozottan gyanúsítható 37 esztendős nőt, akit gyanúsítottként kihallgattak. Az egyenruhások kutatás során bedobozolt matracokat foglaltak le az asszony autójából. A szolnoki rendőrkapitányság a terhelt őrizetbe vételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ezt a karcagi nőt is át akarták verni, de óvatos volt, és nem dölt be a csalásnak.